Sziasztok, PC Guru nézők és társalgók! Itt ülünk Bodakkal Ádámmal. Hello! Én Böjti vagyok. És az Asmodee UK-től kaptuk a Destinies című játékot, ami a Lucky Duck Games-nek a játéka. És hát nagyon sok helyen volt az évjátéka 2021-ben, ami fura vagy nem, úgyhogy ez ugye applikációs játék, tehát lényegében egy játékmester szerepét az applikáció viszi. Mindent, hogy hova haladunk, milyen területeket fedezünk fel, mik találhatók a területeken, azokat az applikáció vezérli. Egyébként 120-150 percnek írják, 14 pluszos, és 1-3 fő játszhat vele. Mindenki a saját kalandját játssza le igazából. Igen. De ettől végül is elég könnyű súlyú maga a doboz ahhoz képest, mert hogyha ugyanezt applikáció nélkül papíron akarod megoldani, akkor egy elég testes sztorikönyv kell hozzá. Ugye a app az azt is segíti, bár nem vagyok feltétlen rajongója az applikáció vezérelt játékoknak, de nem mondom azt, hogy nincsen meg a helye, de erről beszélgettünk már. Azért segít abban is, hogy megjegyezze az összes létező döntésedet. Ne tudjál előre lesni a sztoriban még véletlenül sem. Úgyhogy, ja. Igen, mert ugye döntések vannak benne, tehát például amit néztem, elég sok. Bemész egy templomba, és akkor például dönthetsz úgy, hogy elveszel pénzt. És akkor ilyenkor kell egy ilyen képesség próbát tenni lényegében, aminek van következménye, tehát vagy sikerül, de attól még lehet, hogy rosszul érzed magad, de nem sikerül, akkor a nap milyen következménye van, és egy csomó ilyen helyzettel találkozik az ember. De imádkozhatsz is, amiért megkapsz egy plusz kockát, ami majd neked szerencsét hoz később. Igen. És a képességpróbáknál mindig mindenkinek megvan, hogy hol helyezkednek el a képességei, és azok a számok majd azok számítanak. Mondom, hogy tudás, ügyesség, erő? Igen, három. Ha jól emlékszem, tudás, dexterity. Ügyesség, fogjuk igen, rá. És akkor erő. Hát álló képesség talán. Dexterity, nem is tudom. Hát, inkább ügyesség. Ügyesség? Dexterity, aha. Álló képesség az a toughness, mondja. Ja, és akkor ugye nagyon sokszor kártyáknál, tehát hogyha helyszín van, eszköz, lény, akármi, akkor ugye QR kódot kell beolvasni az applikációval, és akkor úgy halad tovább az egész. Igen, az eléggé elcsúfítja ott a arcán, de hát ez valamit van. Valamit valamiért. Igen, ez van. Vagy kapsz egy 300 oldalas könyvet, amiben lapozgathatsz ész nélkül, vagy applikáció elvezéli neked, és akkor kevesebb papírral, viszont QR kóddal kell. Játékosoknak ugye a játéktábla rétegelten. Tűha. Tokenek. Jó, vaskos anyagból. Először szerintem jelzők, jelölők. Ezek a területek. Amiket későbbre hagyjuk. Most mást vettem észre, igen. Szép kockák? Igen. Ez a két lehetőség. Igen. És akkor ezek ugye a területek. Mindig először az van, hogy valahova elmegyünk. Tehát, hogy ugye így vannak a területek játéknál. Ez a felfedezetlen oldal. Oda megyünk. És akkor felfedezzük, tehát meglátjuk, hogy mi van ott, hogy néz ki, és felkerülnek a különböző karakterek, lények, ellenfelek, tárgyak, megvizsgálható részek. És akkor szépen lassan ugye felfedezzük az egész világot, illetve eljutunk a fő kalandunkig. Ahogy nézem egyébként, szépen illusztrált városokkal, erdővel, mindennel. Igényes, van belőle egy jó pár. Sok, nagyon sok, aha. 67. Többnek igen. Tűnt ránézésre, de akkor vastagabb a lap, mint gondoltam. Hát 67, igen. Kockák. Egyszer.
Igen, szeretjük az ilyen speciális kialakítási kockákat. Ugye ezek azok, amikről beszéltem, hogy például, hogyha imádkozunk egyet, akkor kapunk egy plusz kockát, és amikor dobunk, ugye a képességpróbánál, akkor nem mindegy, hogy hány kocka van nálunk. Hát igen, gondolom jobb eséllyel dobsz jó lapot, vagy kockát, számot, csak kinyögöm. QR kódok. Igen, tehát hogy ez az egy hátránya van ennek, hogy minden egyes lapon van egy QR kód, ami hát ezt a fantasy közeget egy picit azért megmondja. Én a hátlapjára tettem volna. Egyébként lehet, hogy jobb megoldás lenne, és... És akkor úgyis megemeled, fölé tartod a kamerának, mert ugye úgyis az kell, az előlapi kamera hozzá, fölé tartod, és akkor nem látod. Igen, és úgy látod viszont, hogy mit használsz. És ide meg felfért volna mondjuk a sarokba. Simán. Nem rontana úgy az összképen. Most azt nem akarok hülyeséget mondani, de hogyha elég nagy a kontraszt arány, akkor nem is muszáj a fekete-fehérhez ragaszkodni szerintem a QR kódnál. De mindegy. Nyilván ez a legkontrasztosabb megoldás, úgyhogy kék-sárga még talán, de... Úgyhogy hát így kapjuk a napokat. Ez legyen a legnagyobb bajunk. Hogyha a játék jó, akkor talán ez fog a legkevésbé számítani. Hát amúgy igen, de tény is való, hogy feltűnik. Tehát ez az volt az első igazából, ami mindkettőnknek feltűnt. Boltba beolvasod, vajon felismeri, hogy vettél magadnak egy gyógynövényt. Itt vannak a karakterek. Hát ebből is van egy pár. Ugye, akikkel találkozhatunk, akár. Meg tárgyak. Hátasok, fegyverek, pajzsok. Hát elég sok van, ugye több pakli. Jó, és akkor a minik. Mert a minikért jöttünk. Ezek tényleg minik. Pöttöm, kis törpek. Hobbitkák. Viszont mindegyik egyedi, eltérő. Tehát, hogy ezek itt mind ugye külön karakterek, szereplők, akikkel találkozhatunk. Ilyen füstölgő pacák. Ez úgy szimpatikus elsőre. Nem tudom, hogy mennyi látszik belőle egyébként kamerán. Hát egy kiesett. Igen, mert ezek eléggé aprók, tényleg. Veszek egy nagyobbat. Mert van ilyen kicsit nagyobb is. Van olyan? Celestine. Ez egy farkas ember lenne? Vagy valami hasonló? Olyasféle. Igen. Ránézésre annak tűnik. Hú, patkánysereg. Na, ez a kedvencem. Már most megmondom. Ez nagyon jó. Potkány helyzet előalkodott rajtuk. Plague Tale. Ja. Na és hát ez? Igen, ő már annyira nem mini. Ez nem mini. Ez a maxi. De a kicsit is méretarányos, akkor nem találkoznék vele. Hát igen, van némi különbség, ez ilyen fődémon, Diablo, nem tudom mi. Úgyhogy van bőven miniből, de tényleg aprók. Nagyon aprók. Hát ezeket meg kifesteni annyira nem munka, gondolom. Hát nem lehetetlen, de nem tudom, hogy személy szerint nekem ez menne. Ez nagyon apró. Nekem meg nem annyira jó a szemem, mondjuk közelre nem kell a szemüveg, de igen. Skorpió farkakkal van egyébként, csak úgy mondom. Még növeljem a szimpátiát irányába. Van neki 3-1-ből. Aha. És gondolom használja is őket. Felteszem. Az insert az rendben van, ugye mindennek megvan a maga helye. És ugye egyébként az egész igényesen, hát ez is Kickstarterről jött. Játék lényegében ugye egyből egy csomó mindent be lehetett ruházni. Meg hát a Lucky Duck Games-t ismerve biztos, hogy lesz még hozzá ez meg az. Korábban tőlük az a Tower Defense játék volt. Igen. Most hirtelen akartam mondani, nem ugrik be. Kingdom Rush. Az. Igen.
Illetve van más mobiljátékos meg játékos feldolgozásuk, úgyhogy azért megvan általában a közös pont a Lucky Duck Games-en, mert hogy a videójátékos témával szimpatizálnak láthatóan. Majd lesz is még ilyesmi bemutatunk. Az Asmodeeukének minden esetre köszönjük ezt a csomagot. Hogyha van bármi tapasztalatotok a Destiny-zzel kapcsolatban, meg úgy egyébként az applikációs játékokkal kapcsolatban, bár erről már volt szó szerintem, de hogyha van tapasztalatotok, véleményetek, azt írjátok meg, jön majd a magyar kiadás is, illetve mire ez a videó kikerül, addigra lehet, hogy már be is érkezett az országba, mert hogy már gyártás és szállítás alatt van a Game Club-tól. Úgyhogy lesz belőle magyar verzió, a cikk az már valószínűleg abból készül. Minden esetre egy izgalmas játéknak tűnik, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy tényleg ez a kaland a dolog, a döntések, meg úgy egyébként minden hogy működik. Amiket hallottam róla, nagyon jól. Úgyhogy tényleg nagyon érdekel, szimpatikus. Remélhetőleg meghoztuk a kedveteket, és ahogyan mindig iratkozzatok fel, csengetyűzzetek, kövessetek minket, hogy legközelebb sem maradjatok le. Sziasztok! Hello!